Két testvér, akik nem csak a pályán belül, de azon kívül is jól megértik egymást. A Hótájra idén-nyáron igazolt a DVTK Huntern csapatához, így együtt kosárlabdázhat nővérével Ninával. De hogy mennyire is ismerik egymást, azt most stábunknak is bebizonyították. Tájrának például van egy rituáléja, amit Nina is megfigyelt már. Edzés után dobsz. Igen, de honnan és... Hát a büntetőről kezdted. Nem. Hármast? Nem. Jaj, tudom, a logóról. Igen, és mit csinálok utána? Vagy előtt simi-simi, rá, bele, és utána? Kire szoktam mit csinálni? Angira szoktál mutatni? Igen. Persze a szép emlékeket sem szabad elfelejteni. Ez régebbi? Vagy nem. Ez egy szerintem pár hónapos emlék. Pár hónap. És elég... eléggé túl dramatizáltam a dolgot. Jaj! Amikor Euróliga selejtező volt, és pályára mentem, és elsírtam magát. Inkább zokogtam, mint elsírtam magam, de igen. Nem baj, kicsit meghatott. Igen, az nagyon jó emlék volt. És ha már könnyek, akkor Tájra is elsírta már magát egyszer. Igaz, nem meghatódásból. Hogy is mondjam, egy ilyen... Mit éreztél? Mennyire, milyen pozitív sokkoló, vagy negatív sokkoló? Mindkettő, mert nagyon meglepődtem, mert egy ilyen... Meglepetéssel tértél haza. Hát nem kell, levágattam a hajamat. Igen, az a sztori az úgy volt, hogy nem szóltam senkinek, hogy le fogom vágni, se anyja, se apa, senki nem tudta. Az állítottam, csak anya és apa volt otthon, meg a Martina. Igen. És nyilván mindenki elcsodálkozott, jaj, zéhaj, stb. Hazajött a Tájra, rám nézett, és elkezdett zakogni. Jaj, de jó! Nagyon jó, de miért vágottad le? Úgy, annyira meglepődtem, hogy nem tudtam, hogy reagáljak. Igen. Boldog voltam, meg... Egy jó igen. 15 percet sírtál először. Hát igen. Úgyhogy igen, ez egy jó emlék. Igen. Viszont a konyhában is megvannak a közös emlékek. Nálad voltunk. Igen. És már nagyon hosszú volt a nap, már nagyon fáradtak voltunk, nagyon kivoltunk. És... Megitettünk? Nem, sütöttünk valamit. Megvan? Nem tudom, melyik a pizzerongon. Hozzunk a light. Igen. Ez hogy volt? Úgyhogy csináltunk pizzát, és ahogy kivetted a sütőből, lejtett. Nem, úgy volt, hogy elkezdtem vágni a tepsibe. És lejtett. És lecsúszott a, hogy hívják ezt? A sütőpapírról. Nem, a... Hát a gázszűzhelyről, mert az ott kellett vágni nyilván a pizzát, és ahogy vágtam, megcsúszott, és így lecsúszott, és amit már félig levágtam, az leesett, és akkor így kétszer még ott tartottam, mert akkor még a kezemet sem tudtam mozgatni, úgyhogy így jártam, és elég hosszú nap volt akkor. Ez jó, ez nagyon vicces volt az a sztori, igen. Maradva az étkezésnél, van egy zöldség, amivel Tájrát is ki lehet kergetni a világból. A paradicsom. Bravo! De nem értem, mert a pizzát megeszed, a paradicsomos tésztát megeszed. Nem, azt nem eszem meg. A paradicsomlevest? Azt igen. De a megeszed? Paradicsomat nem. És miért nem? Mert nem. Miért is nem? Nem ízlik. Nem azért, meg se próbáltad még soha. De. Nem. De. Azt mondtam, még soha nem próbáltam de meg. De már ettem. Mikor? Még 3 éve? 4? Na mindegy, a lényeg az, hogy a magot nem szereti a paradicsomban. Ez nem igaz. Meg, de. Nem, csak undorítóan néz ki szerintem a paradicsom, és nem eszem meg. Szóval, igen, paradicsom. Viszont kellemetlen emlékekből mást is felelevenítettek a lányok. Felrejtetted? Tudtam! Borzasztó! Ezt a sztorit elmeséljük, hogy te már nem vagy mit. Én nem emlékszem rá. Annyi volt a lényeg, hogy az egész család kint volt a kertben, és mindenki ügyködött, megcsinálta a dolgát, és rám bízták a Tájrát, hogy a baba kocsiba figyeljek rá. Hát én nem voltam az a nagyon fókuszálós típus, úgyhogy én itt nézelődtem, meg gyomot szedtem meg ilyenek, és arra, amikor visszafordultam, azt láttam, hogy a Tájra éppen áll, ez a napellenző ugye le volt hajtva, és azon állt. És így nézek rá, ő rám néz, és csak eltölt fejre, és gyorsan felkaptam, elkezdett csinálom, és így léci, és akkor utána anyáit nyilván leszittak, de hát nem baj.